Na most megnéztem az időt, 13:05 Vernyeszed, mint most mögöttem. Az ott a kisbaba puszta, meg a kamera. Hát, mondjuk jelenteni nem jelent semmit, na valaki jön mögöttem, azt hallom. Na ez a busz. Azt hittem kétsávos, na mindegy. És az 5, a 65-ös, hogy valahogy úgy vagyok vele, hogy nem szeretem elővenni a telefont, de ugye azt látszik a videóból, hogy ez nem ugyanaz a Balatonlellek Kaposvár oda-vissza fordítva, mint az álló. Hát honnét látod? Hát hosszabb a hajam, mert eltelt egy nap vagy kettő. Ja, kettő. Ja, a sisaktól azt nem látod. Hát akkor hosszabb a fülbevalómnak a pöcke, mert ugye nincs rajta, hanem otthon maradt. Így azért sokkal jobb, mert kisebb a légellenállás. Meg egy meleg lekvárt hoztam csak itt a hátamon. Ugye? Pedig ugyanaz a ruha. Azért ugyanaz a ruha, mert ez a legjobb ruha, amit még elő tudtam teremteni. Meg hát hosszabb. Lesz talán a strávás menet is, mert megpróbálom nem leállítani, ahogy odaérek, csak képernyőfotót csinálni, csak múltkor is azt akartam, hogy mégis ott álltam az Y előtt a stop. Akkor meg már mindegy, mert stop save rögtön pikk. Hát mindegy. Lehet, hogy a stoppot megnyomom, de akkor essuméval vissza lehet menni. Szóval egy képernyőfotó elég lenne, és akkor belenne a páváskodás, a kis pihenés, meg a hazaút, akkor ugye a táv ugye egybe lenne mérve. Na, amikor elkezdem, és amikor befejezem, ugye, tavasszal meg télen, tél elején ősszel, akkor itt a Kisbalapusztai hídnál szoktam fordulni. Ezek a legrövidebb országúti oda-visszák. Ez talán 50 km, 48 azt hiszem oda-vissza innét. Van itt a híd után alól, ahogy bemegy az út Kisbalapusztára. Aztán jön is már Vadé, ahol tegnap elhagytam a nevest, hanem azt, amit elhagytam. Azt már le is húztam a WC-n, ugye? Mert az bement meg ki. Ó! Na, ilyen idő legyen. Imádom, amikor már ég ki a gaza, fű, a szalma. Mindenki ég, és száraz, és meleg, és hú! Ez nagyon ott van, ilyenkor lehet menni. Tempót. Ó! Fincsi. Hát a franc fogja ezt a telefont tartogatni.